a jó édes Mari néninek ellenőrizgesd. Kit és én 3 napra egy budapesti hotelbe költöztünk. Véletlenül sem wellnesselni vagyunk. Abszolút munkaügy. Megkeresett a Bárdi Autó, hogy ugyan vegyünk már részt az általuk szervezett európai szintű autóipari rendezvényükön, amit itt tartanak a Hungex. Tegnap érkeztünk, és mindketten elfoglaltuk a helyünket. Ő az Alpavilonban, én meg itt a hotelben. Micsoda csínos kis szoba! Ez a bazin meleg van. Miért van itt ilyen? Ja, hogy 30-ra van állítva a termosztát. Köszi! A mai nap a szakmai közönség számára van. Holnap megtörhet mindenki. Apa, anya, Mézga, Géza. Indulok lassan. Kit innen 900 méterre van, és annyira nem aludtam jól, hogy gyalog menjek. Itt annyi minden van, kamionok falakba rejtve. Az SKF-nek a standján találtam egy vitrint, amiben csapágyak forognak, csillognak, villognak, mint ahogy nemes acél órák lennének. Na, ma a második napon picit részletesebbre megyünk, megmutatok néhány konkrét autót, például az 1930-ast, meg a Rolls-Royce-ot, és elmesélem, hogy tegnap az emberi bunkóság olyan fokával találkoztam, én láttam már sok mindent az elmúlt 6 évben, amióta azért kitetígy hordom ide-oda-amoda. Már nem is nagyon lepődök meg semmi, de ez... Azért, na, rengeteg autó van itt, de szerintem az enyém egész jó. Sokan vannak körülöttem. Gratulálok magamnak! Millióan vannak, szinte egymást érik az emberek. Nem is gondoltam volna. És a nagyszámok törvénye alapján vannak pozitív, meg negatív reakciók is. Szerencsére több a pozitív, miszerint imádom a videóidat, meg gyönyörű ez az autó. Aztán van a közepes, akit igazából nem kell komolyan venni. Például az én autómra azt mondja, hogy minek ezek a villogó szarledek benne, nem is lát semmit éjszaka. Meg a másik ugyanilyen, aki az 1954-es évjáratú autón keresi, hogy hol van lepattanva a festék. De a legszarabb, a rossz indulatú, aki azt nézi, hogy mibe lehet belekötni. És egyébként ezzel a fajtával én az elmúlt 5-6 évben még nem is találkoztam, mielőtt ezt elmesélem. Ez a Bordeaux Ford LTD azért csoda, mert 12 000, igen, 12 000 mérföld van benne. Gyári fényezés.
Komolyan, annyira megmutatnám a szagát. Nézd a szőnyeget. Ülés. 5 darab 78-as dot számú eredeti gumi. 76-os Rolls-Royce Cornish, de nem ez a különlegessége, hanem hogy két ajtós, vagyis kupé. Magyarországon egy darab van belőle. Kis ajtókárpit favorítással. Állj, az a belső. Fabetét. Mondjuk a kormány az, mint az UAZ-é. Ez 1960-as Lincoln Imperial. 7.0 V8-as motorral, hosszúságra is majdnem 7. 3 hullás csomagtartó. Yeah! Elvis idők autói. Ezt a programot nem értem. Nem is volt koszos? Az egyik 20 méteres sor arra vár, hogy megpörgethesse a szerencsekereket, és kapjon ajándékba ilyen fém mérőszalagot. A másik 10 méteres sor azért áll sorba, hogy megpörgethesse a rulett kereket, és ha nyer, kapjon repizacskóban repi ajándékokat. Csodálom a kitartásokat. Ő itt egy 1930-as Chevy, ami nem csak hogy jó állapotban van, pöcröf indul, hanem ilyen fedélzeti dokumentációval hozzá. Oda jön az ember az autómhoz, nem nézi meg a kocsit, fogja a telefonját, és hova indul? Az első szélvédőn a rendszám matricát. Klik, lefotózza, azonnal sarkon fordul, és megy el a kocsitól. Én meg megyek utána, mint a titkos ügynök, mert miért is kíváncsi ő az érrendszámomra? Látom, nyomkodja a járműszolgáltatási platformot a telefonján. Persze nem bírtam ki. Mondom neki, légy szíves, miért is van neked szükséged az érrendszámom fényképére? Azt mondja, csávó, vizsgabiztos vagyok, szeretném megnézni, hogy vizsgázott az autó, külső-belső képek. Micsoda? Nem értettem, jó? Mert most komolyan. Mi köze hozzá? Úgyhogy innen üzenem neked, a jó édes Mari néninek ellenőrizgesd a rendszámát. Persze az ilyen égetett agyagedény. Húj a kocsog! Csak sztorinak jó, és igazából nem számít semmi. Akik valójában számítanak, azok ők. És a több száz ember, akinek tetszik.